A következő időszak fejlesztési koncepciójának kialakításában Tamásinak is két kötelezettsége van. Meg kell alkotniuk a fenntartható városfejlesztési stratégiát és a városfejlesztési programtervet. Ennek mi időben nekiálltunk, és a beszerzési folyamatot már véghez is vittük, végig is vittük. Mennyire a képviselőtestület jóváhagyja, akkor erre vállal a kötelezettséget előre, mondván, hogy majd a pályázati forrásból ehhez az összeghez hozzájutunk. De fontos, hogy időben elkezdjük. Ebből a keretből, tehát a top pluszos megyei keretből elképzeléseink szerint elsősorban a városi társasházi övezet, a lakótelepeket szeretnénk rendbe tenni, utakat, járdákat, parkolókat, zöld felületeket, közösségi pontokat. Mondjuk a Móricz Zsigmond lakótelepen még a vízelvezetési rendszert pluszban. Tehát nagy valószínűséggel, amennyiben majd odaérünk, és ezt jóváhagyja a képviselőtestület, akkor ez lesz a fő stratégiai irány. Az elképzelések között szerepel a bölcsőde fejlesztési programjának befejezése is. A fejlesztési irányok, amelyeket most részben a TOP pluszból, részben természetesen egyéb uniós és hazai forrásokból szeretnénk majd megvalósítani. Talán az egyik legnagyobb probléma, nem gondolom, hogy csak Tamási van, a közlekedési forgalmi helyzetnek a rendezése. Konkrétan a parkolási lehetőségek javítása, ez különösen a belvárosban, ez egy stratégiailag fontos feladat a városnak, és talán az egyik legsürgősebb is. Több autó is van most már egy családban, mondom még egyszer, ez nyilván nem csak Tamás jelenség, és az a város sajátossága, hogy minden intézmény és szolgáltatás gyakorlatilag a városközpontban egy négyzetkilométeres területen belül összpontosul, ami jelentősen megnehezíti az ügyintézést, hogyha valaki gépjárművel szeretné megközelíteni a városközpontot, már pedig ugye sokszor erkénytelen. A képviselőtestület már tárgyalta a város forgalmi rendjének átalakításáról szóló témát, amihez egy külső szakértői vizsgálatot is bekért. Az anyag rövidesen olvasható lesz a város honlapján. Ezt követően társadalmi vitára bocsátják, aminek eredménye beépül a későbbi forgalmi rend módosításába. A legfontosabb átalakítások már a következő évben megszülethetnek. A turizmus fejlesztésének koncepcióját több szempontból is vizsgálták már. A turisták eligazodásának segítő iroda működésének megváltoztatását határozta el a képviselőtestület. Főszezonban a fürdő területén működni fog normál menetben a turinformál, de a köztes időben pedig kiegészítik a munkatársak a látogatóközpont feladatait, hiszen a dámpontot is azért építettük, hogy nem az ideérkező turistákat szolgáljuk ki elsősorban, hanem megpróbáljuk a városmarketing, turisztikai marketing során felvenni a kapcsolatot a térségi szereplőkkel, a szakportálokkal, a szakújságírókkal, tehát ennek a dolga elkezdődött, és hát reményénk szerint Tamási városa, a Tamási város turizmusa az végig tud söpörni a hírfolyamokon, nem csak olyan negatív események kapcsán, mint ahogy most ugye a közelmúltban történt tűzesetből adódik. Úgyhogy azon dolgozunk, hogy ne pontszerű fejlesztéseket hozzunk létre a városban, hanem egységes turisztikai rendszert tágabb kitekintésből, a kistérségi attrakciók bevonásával egy egységes turisztikai rendszert tudjunk az érdeklődők számára biztosítani. Ehhez próbáljuk meg a szakmai, illetve fizikai hátteret megadni.